Sziasztok, Robin vagyok, és képzeljétek el, hogy a 95. ünnepi könyvhéten szereztem kártyákat, méghozzá ez a költőfejedelmek szórakoztató irodalmi kártyajáték, nem csak felnőtteknek, állítólag unóként is lehet játszani ezeket a kártyákat, úgyhogy most ezt fogom itt előttetek bemutatni. És van hozzá egy könyv melléklet is, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy milyen, úgyhogy szépen bontsuk ki. Na, szerintem inkább így fogjuk. Ja, ezt még bemutatom, nézzétek. Na és akkor szépen felvágjuk, itt is, meg lent is, és oldalt is. Lássunk neki. Ez még tényleg, nézzétek meg, cellofán, most bontom ki, még nem láttam, de mutattak nekem egy kártyát, meg a videóban is láthattátok. Na, itt van egy kis könyvecske. Játékszabály. Most több könyvecske is van. Hú. Ez nagyon jó. 30 perces. És 2-től 6 játékosig, és 108 kártya van benne. Egyszerű. És van egy... Ja, ez a könyv. Könyvecske. Nézzétek meg! Na, ezt majd így megnézegetem. Magyar és világlíra klasszikusai kezdetektől a napjainkig. Na, ez jó lesz. És akkor itt vannak kártyák. És így össze vannak kötve. Hogy ne essenek szét, de nézzétek meg. Jó nagy kártyák egyébként, és nagyon jó minőség, ahogy látom. Rengetegen vannak. És itt van kis szöveg is, József Attila. Áthathatsz két lapot. Ja, ilyen akciólapok, nagyon jó. És ilyen a hátsó részük, mindegyik egyforma. Úgyhogy ezzel lehet játszani is. Na, ezt így berakom ide. És a másikat is megnézzük. Védelem. Cseréljünk. Igen, Uno. Nagyszerű. Húsz két lapot. Nagyon jó, vannak ilyen idézetek is. Na, úgyhogy... És ahogy látjátok, ugyanúgy a hátsó része is egyforma. Úgyhogy ez nagyon jó kis kártyajáték lesz, úgyhogy mindenképpen ki fogom próbálni.
családban, meg ugye barátokkal is. Úgyhogy remélem tetszett nektek így ez a bemutató videó. Ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra. Sziasztok!